Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek családommal. Hát feleségemmel most már 35 éve vagyunk házasok. 37 éve ismerjük egymást. Úgyhogy az életünk nagyobbik részét azt együtt töltöttük le. Illetve el. Van két fiú gyermekünk, már felnőttek. Én 1987 óta foglalkozom emberekkel. 91-től dolgozom csapatban. 93-ban tanítok, 93 óta tanítok, vezetek embereket. Azóta volt szerencsém több tízezer ember képzésében személyesen részt venni. Ez alatt az időszak alatt, amióta a PPH elkezdődött, az 93, azóta 4 különböző területen lettünk piacvezetők, abból 3 pénzügyi terület volt, tehát teljesen az anyaggal foglalkozó terület, és egy terület pedig már a szellemiség területe. Hála Istennek ezt úgy sikerült megcsinálni, hogy az én vezetésemmel. Tehát nekem 91 óta van saját szervezési csapatom. És igazából, hát annak köszönhetem az eredményeket, meg az eredményeinket, meg az eredményünket. Mert ugye, hogyha én nem hoztam volna ezt az egészet létre, akkor ez nem jött volna létre. Tehát ez annak köszönhetem, hogy mármint az eredményeimet annak köszönhetem, hogy elkezdtem anno annak idején szervezéssel foglalkozni. Ezt 87-re tudom visszadatálni. Na most előtte, ugye én alkalmazottként kezdtem az életemet, és egészen 80-tól alkalmazottként éltem az életemet, és mikor 87-ben elkezdtem szervezéssel foglalkozni, akkor volt egy főállásom, alkalmazotti, akkor volt egy melléktevékenységem, meg egy harmadik tevékenységem is, tehát mondhatni azt, hogy egy másodállásom, meg egy harmadik állásom is, akkor a harmadik az fusis, fusi volt. Tehát lényeg az, hogy úgy kezdtem a szervezést, hogy 3 tevékenységet végeztem egy nap, tehát dolgoztam, hát olyan napi szinten 10-12 órát legalább. Ám manapság ez nem szoktak az emberek csinálni ilyet, sőt még amellett, hogy 10-12 órát dolgoztam, hát nyilván ez hétköznap volt, de nem csak hétköznap, és hétvégén vagy még esténként még építkeztünk is. Úgyhogy, tehát egy nap az nekem úgy telt el, hogy mondjuk volt 8 óra alvás, meg mondjuk 2 óra, és az összes többi az munka. Jó, tehát elég sűrű volt, manapság ezt nem így szokták csinálni az emberek. Tehát ugye mi úgy építettük fel a házat, hogy nem sok szakember fordult meg abban a házban, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy azt én építettem Marian segítségével elsősorban, meg ugye amikor néha jöttek mások segíteni, mint amilyen apósom, vagy rokonok, vagy ismerősök, akkor azok besegítettek, de igazából ugye elég sokat dolgoztam életemben, és hát ugye ez azt jelenti, hogy én igazából nem vetettem meg a munkát sose. És hogy mondjuk 87-ben, ugye a 84-es házasság után, 87-ben, hogy elkezdtem a szervezést, és az egy plusz-plusz tevékenység volt, a pluszra még egy plusz, tehát a harmadik tevékenység volt, mert a harmadikat föladtam, és azért lett egy harmadik. Hát akkor se volt gond, hogy dolgozni kell, és szervezni kell. Sőt, utána, amikor
91-ben elkezdtem a hálózatszerű szervezést, tehát már nem csak üzletkötőként dolgoztam, hanem szervezést elkezdtem, a hálózatépítést, akkor is úgy volt, hogy volt egy főállásom, volt egy másodállásom, az volt a szervezés, az üzletkötés, és amellett kezdtem el a hálózatépítést. És igazából az életszínvonalunk növekedését azt annak köszönhetem, hogy elkezdtem az üzletkötést, utána pedig elkezdtem a hálózatépítést. Na most az emberek hát ezektől a dolgoktól viszonyognak. Tehát azt szokták mondani, hogy én nem születtem üzletkötőnek, vagy nem születtem szervezőnek, vagy hálózatépítőnek. Ha megmondom őszintén, én sem. Na most, én ezzel a kérdéssel úgy voltam, hogy ugye volt egy alap dolog, hogy engem elég hamar befogtak dolgozni a szüleim, de nem munkahelyen dolgoztattak, hanem otthon, főleg a kertben kellett sokat dolgoznom. Tehát ezáltal, amikor én felnőttem, számomra nem volt büdös a munka. Tehát ez valahogy úgy megy, ahogy én ezt tapasztaltam, hogy minél később fognak be valakit melóra gyerekkorban, vagy be se fogják, na annál inkább számára idegen lesz a munka, főleg a sok munka. Na most én nekem már gyerekkorban is sokat kellett segítenem, sokat kellett dolgoznom, felnőttként meg különösen sokat, és valahogy mi úgy élünk a nejemmel, hogy hát mi nekünk nem nagyon van olyan, hogy hát most csak úgy pihenjünk. Tényleg nincs. Tehát mi pihenési idő szakasz, mondjuk, ha napi szinten egy órát mondok pihenési időt, akkor úgy sokat mondok. Tehát mindig csinálunk valamit. Tehát például mondjuk, ha nejem bekapcsolja a tévét, akkor is csinál mellette valamit, az hol biztos. Tehát mi nem szoktunk csak úgy, hogy leülünk, aztán mondjuk, hát pihenjünk. Na most, ezt most csak azért mondom el, mert mi szerintem azért vittük többre, mint az átlag, mert a pihenésnél vannak fontosabb dolgok legalábbis számunkra, és mindig is voltak fontosabb dolgok számunkra. Ráadásul ugye én kezdetben ugye csak fizikai munkát végeztem, és azért mondjuk napi szinten olyan 14 óra fizikai munkát végezni, azért az nem olyan kevés. Tehát az nem annyira kevés. És azt azért elég sokáig csináltam. Főleg, hogyha azt vesszük, hogy olyan, hogy építkezés, az nekünk ilyen 20 éven keresztül folyt. Ugyanis úgy volt, hogy mindig bővítettünk. Tehát mindig kellett valamit csinálni. Na nemrég például a nejem pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt azt találta ki, hogy építsünk nyári konyhát. És akkor azt sem hívtunk egy szakembert sem, mert mit csináltuk? Természetesen. Tehát lényeg az, hogy ezt miért mondom, mert ugye hát olyan emberek szoktak engem hallgatni, akikben van valami nyitottsága szellemi dolgok irányába. És azoknak talán nem lesz furcsa, hogy ha azt mondom, hogy azért vagyunk itt, mert valamikor Danába hajdan, nem ebben az életedben, az ember nem tette a dolgát. Na most ezt úgy is lehet érteni, hogy személyesen magunkra vonatkoztatva,
Vagy úgy is lehet érteni, hogy nagyon sok ember nem tette a dolgát, és akkor leküldtek ide téged, hogy ezt a kérdést valamilyen szinten megold. De mégse oldottad meg, hanem sok lúd disznót győz alapon a sok lustálkodónak köszönhetően az ember ilyen lustálkodóvá vált. Na most főleg ugye ez érvényes az elmúlt évtizedekre. Tehát úgymond ennyi lustálkodó, amennyi most van, hát gyakorlatilag soha nem volt itt Magyarországon. Soha. Tehát most gondolj bele, azért vagyunk itt a Földön, mert emberek, nem emberek, lelkek tömegei nem tették a dolgukat, tehát elsősorban lustálkodtak. Érted? És akkor ezért leküldtek lelkeket, hogy kihozzák ebből a fajta létformából az embereket, de ők is átmentek lustálkodóba. Na most akkor hogy a fészkes fenébe akarsz visszakerülni? Onnan, ahonnan jöttél. De hogy sokáig itt nem fogsz létezni ez a bolygón, ezt én neked garantálom. Ugyanis ennek a bolygónak már nem ez lesz a szerepe a jövőben, hogy fenntartsa a lustálkodó lényeket. Hanem ennek a bolygónak az lesz a szerepe, hogy ezen a bolygón olyan emberek éljenek, akiknek nem az a fontos, hogy lustálkodjanak, hanem az, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködjenek. Mondom, együttműködjenek. Aminek nem része a lustálkodás. Na most azért megkérdezném, ugye, tőletek, akik ugye kevésbé lustálkodtok, mint az átlag, mert ugye legalább ti a szabadidőtöket eltöltitek tanulással. Nyilván van, aki több tanulással, van, aki kevesebbel. Most az aranykorban ez úgy fog működni, hogy az emberek egy körülbelül 3-4 órát fognak a mai értelembe vett munkát végezni. Tehát pénzkereső munkát. Hát persze olyat kell majd csinálni, hogy mit tudom én mondjuk, mit tudom, enned, mert azzal is idő telik el meg. Mit tudom én, esetleg fölöltöznöd, vagy stb. Stb. Vagy mit tudom én, valamilyen szinten rendet rakni. Tehát ugye ezt akkor is kell, de ez igazából, ez az élet része, ez nem munka. Tehát a munkának azt szoktuk nevezni, amivel igazából valamit létrehozunk. Tehát valami olyat, ami előtte nem volt. Tehát valami mondjuk pénzkeresés, vagy megélhetés, vagy valami hasonló. És lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és előszeretettel lustálkodunk, de ennek a következő lesz a következménye, hogy ez a bolygó tehát arra lesz hivatva, hogy ezen a bolygón azok maradhatnak, akik képesek arra, hogy azt a 3-4 órá föl, 3-4 óra fölötti részt azt mondjuk tanulással eltöltsék. Na most ugye kérdezném az emberektől, akik szó szerint lustálkodással töltik az idejüket, tehát most mondok példát a lustálkodásra, jó? Most elmennek mondjuk sétálni. Vagy otthon henyélnek és nézik a tévét, vagy mondjuk elmennek üdülni, nyaralni, utazgatni, kirándulgatni. Ez a lustálkodás egy része. De ha már ilyen lustálkodást csinálnak, akkor talán nem értelmesebb lenne, hogyha közben tanulnának. Mert akközben is lehetne fejlődni. Tehát nem beszélgetne a hülyeségekről, meg a semmiről, hanem lehet úgy is nyugodtan nézelődni, lehet úgy is rácsodálkozni a világra,
hogy közben az ember mondjuk képzést hallgat, felvételről természetesen. Na most, de nem ezt csinálják az emberek, hanem hát amit a többiek, a nagy semmit. Tehát gyakorlatilag annak, amivel eltöltik a szabad idejüket, annak a nagy, tehát az gyakorlatilag a legtöbb ember számára totál értelmetlen. Tehát teljesen értelmetlen. Tehát az aranykorban ez úgy fog működni, hogy a szabad idejüket az emberek, tehát gyakorlatilag nem lesz olyan, hogy szabad idő. A szabad idő az avval töltik el, hogy vagy egymás segítik, vagy éppen tanulnak. Na most egymás segítéséből piszok sokat lehet tanulni. Rengeteget lehet tanulni. Na most megkérdezem azt, hogy a lustálkodásból, a semmittevésből, a kirándulásokból mi a fészkes fenét tanultok? Tehát milyen lelki fejlődést eredményez a nyaralás vagy a kirándulás? Ugyan mondjátok már el. Jó, egyetértek, én is csináltam. De nem most, hanem 10 évvel ezelőtt, érted? De azóta eltelt 10 év. És 10 évekkel ezelőtt rájöttem arra, hogy nincs értelme, érted? Jó, hála Istennek az anyagi helyzet is valamilyen szinten rásegített erre, hogy erre rájöjjek. Az anyagi helyzet csökkenése. De azóta az anyagi helyzet visszaemelkedett a szint fölé, és mégse csináljuk azt, amit csináltunk. Mert rájöttünk arra, hogy annak semmi értelme. Sőt, minél hosszabban elmész mondjuk nyaralni, annál rosszabb érzés lesz visszazökkenni a munkába. Érted? Tehát most gondolj bele, az ember mondjuk most úgy érzi jól magát, hogyha valamilyen értelembe bulizik, tehát nem a megszokottat csinálja. Igen ám, de ha megnézed az 1 évedet, abból mennyi idő a megszokott? Hát nyilván az sokkal több, mint a bulis időszak. És tudod, az a baj, hogy minél többet bulizol, akkor is az lesz a meghatározó az 1 évedben, hogy mennyit töltesz el nem bulizással. És mivel a nem bulizós időszakodat nem élvezed, ezért a bulizós időszakból, mikor visszakerülsz a nem bulizós időszakba, akkor rosszul fogod magad érezni, mert vissza kellett kerülni egy olyan dologba, amit nem szeretsz. És ha az ember mondjuk egy napot esik ki abból, amit nem szeret, és egy nap bulizik, és egy nap múlva már vissza is megy a nem bulizós időszakába, az nem lesz olyan rossz érzés, mintha mondjuk 2 hét után kell visszamennie a nem bulizós időszakba. De ezt az emberek nem gondolják át, hogy ez egy csapda. Minél többet bulizol, annál nagyobb rossz érzésed lesz, amikor visszakerülsz a megszokott életedbe. Hát ha valaki ez erre nem jött rá,
akkor hát akkor nem túl magas tudatossági szinten van. Na most gondolj bele, hogy ez mennyire igaz. Soha itt Magyarországon az emberek ennyit nem buliztak, mint manapság. Soha. A történelem során. Tehát mióta mi ismerjük meg előtte se. Na most, de soha ilyen rossz állapotban az emberek nem voltak, rossz hangulatban, mint ma, manapság. Tehát a bulizás nem felhozza az embereket, hanem leviszi. Tudod, miért viszi le? Pont emiatt, mert minél többet buliznak, akkor se tudnak annyit bulizni, hogy ne kelljen visszazökkenni az abnormális hétköznapjaikba. Érted? Mert ő abnormálisnak éli meg a hétköznapjait. És vissza kell mennie abba az abnormális időszakába. És onnantól kezdve minél többet bulizik, annál többször kell visszamenni, és annál nehezebb visszamenni. Hát ez olyan, például elmegy valaki pár hónapra munkanélkülivé, válik, hát elég nehéz visszazökkenni a munkába. És elég rossz érzés, hogy na, megint kezdődnek a szürke étköznapok. Na most arról nem is beszélve, hogy mennyit fogják szívni a fogukat azok az emberek, akik most százezreket, milliókat költenek el éves szinten bulizásra, és hirtelen majd beüt a krak. Mondjuk jövőre, négyes év. Beüt a krak. Válság formájába. És hogy fogják szívni a fogukat, hogy miért nem takarítottam meg belőle? Miért mentem annyiszor? Miért nem hagytam belőle egy kis lóvét? Érted? Na most azért tudok ezekről beszélni, ezekről a dolgokról, mert ezeket én megéltem a múltban. És beszélek arról, hogy azokat az ostobaságokat, amit én elkövettem, azt ne kövesd el. Tehát egy embernek, aki bármikor ostobaságokat követel, azokat a dolgokat, amit most én ostobaságnak hívtam, azt úgy lehetne mondani, hogy ártó tett. Tehát az egy ostobaság, hogy dolgozol, keresel pénzt annyit, hogy mehetsz bulizni, elbulizod a pénzedet, utána, amikor bejön egy nehezebb időszak, meg állandóan egymás vérét szívjátok, hogy nincs pénzetek. Vagy ha te egyedül élsz, akkor meg azért esel depresszióba, mert nincs pénzed. Ha ez nem ártó tett, az, hogy nem gondol az ember a jövőjére, és nincs kellő tartaléka egy nehezebb időszakra, ha ez nem ártó tett, akkor én megeszem a kalapomat. Na most van. Hát van vagy négy kalapom, úgyhogy tudok mit tenni. Tudnék, mert nem kell, hála Istennek. Szóval lényeg az, attól, hogy még nem láttatok kalapba, ha nyáron nem fogok. Attól van. Szóval lényeg az, hogy tehát ha az ember olyan szűklátókörű, hogy a jövőjére nem tekint, vagy a családja jövőjére nem tekint, vagy a saját, ha egyedül él, a saját jövőjére nem tekint,
Tehát csak a mának él. Mert ez a tipikus mának élés, tudod. Tehát ma élvezzük ki az életet, mert egyszer élünk, így van. Igen, csak ez az a baj, hogy a legtöbb ember számára lesz jövőre is. Tehát az emberek túlnyomó többsége az valószínűleg itt a bolygón meg fogja érni a jövő évet is, meg a jövő utáni évet is. És ha az ember úgy működik, hogy nem halmoz föl kellő tartalékot egy átmeneti időszakra, mert megnézed, a válságok az mindig átmeneti időszak. Például a legelső válság az 5 év volt. Tehát 29-től 34-ig volt a válság. Tehát 5 év kellett hozzá, hogy elkezdjenek kimenni belőle. Tehát a válságok, megnézed, 2008-ba kezdődött a válság, és az is egy jó pár év volt, nem is tudom, vagy 4 év legalább. Tehát 2013-14-ig volt válság. Tehát még az több is, mint 3 év. Szóval lényeg az, hogy az ember áthidaljon egy időszakot. Tehát ha nem teszi ezt meg, azt úgy hívják, hogy ártótett. Ha az ember elkövet egy ártótettet, hogy nem halmoz föl elég összeget, elbulizza, na most gondolj bele, melyik a jobb. Mondjuk az idén mindenki megy bulizni. Ezt a pénzt félre rakhatták volna. De nem, buliznak. Most is bulizni vannak az emberek, vagy lehet, hogy most jönnek már haza, tudod. De hogy buliztak, az hódbiztos, mert a város az tök üres volt. Akik itt voltak Budapesten, láthatták, hogy a városba hát gyakorlatilag alig lehet autót látni. Tehát az emberek az kimentek a városból, tehát megint buliztak. Ezt el is mondták, hogy az összes szállodában a helyek foglaltak. Tehát az idén, ha megnézed, ennyit soha nem buliztak emberek. Aha, na most melyik a jobb? Az idén kibulizzák magukat, jövőre meg depresszióba esnek a pénzhiány miatt. Melyik a jó? Vagy nem buliztak volna, és jövőre nem esnek depresszióba a pénzhiány miatt. Mert hogy bazi sokan depresszióba fognak esni a pénzhiány miatt, az olyan biztos, mint hogy így beszélek róla. Érted? Tehát a bulizás az addig jó, míg ott vagy. De utána ugyanolyan életet élsz, mint előtte. Érted? Bulizás előtt. Tehát nézd már a jövőbe, hogyha legalább itt tanulsz, akkor nézz a jövőbe. Tehát mondok példát. Hol voltak az emberek pénteken? Nagyon egyszerű. Miért? Miért kérdem? Mert szokatlanul kicsi volt a mozgás a bankszámlán. Milyen bankszámlán? A PPS bankszámlán. Akkor a telefonokon, akkor a Facebookon, stb. Alig voltak emberek. Mit csináltak pénteken? Már temetőben voltak? Nem hiszem. És most a mieinkről beszélek, nem az idegenekről, a mieinkről beszélek, az itt tanulókról beszélek. Tehát az itt tanulók is pénteken valami bulizós dolgot csinálhattak, mert mondom, alig volt valami mozgás. A kutya se hívott minket, egyébként meg mindig szoktak rendszeresen. Így van. Tényleg, mint a pénteken mindenki elment volna nyaralni. Na most, ha mieink ezt csinálják, akkor mit csinálnak az idegenek? Hol a városban betakarítási időszak? Budapesten? Érdekes lenne. Na most a tanulóim nagy része nem gazdálkodó.
Jó, tehát egy nagyon kis része gazdálkodó, a tanulói nagy része az simán alkalmazott. Ami annyit jelent, hogy, nincs nekik betakarítási időszak. Hát ez az, péntek munkanap van, és egy hagyományos munkanap, például szerdán, kedden, hétfőn, ugye mondjuk a szerdát hagyjuk ki, mert az ugye képzésnap, de a hétköznap hétfő, kedd, például a héten hétfő, kedd, és, ugye mi volt még? Mikor volt az ünnep? Szerdán. Szerdán? Na, de csütörtökön, tehát csütörtök pénteken, ilyen izé volt, ilyen uborka szezon. Mondom, uborka szezon volt. És akkor az, őszi szünetet így megszabították az iskolában. Hát jó, de és akinek nincs gyereke? Vagy már nagy, nem iskolás? Hát erről van szó, hogy elment, hát erről van szó, ezt mondom, a szabad, elment lustálkodni, persze. Hát így van, elment lustálkodni. Hát, figyeld, ha nem dolgozik, hanem mit tudom én, kirándul, az egy lustálkodás. Tehát, ha dolgozik, annak van valami értelme. Érted? Mit tudom én, mondjuk megmeci a fát az ember, annak van értelme, nem? Ha pénzt keres, annak van értelme. Mi az? Tehát mi az effekt, nem értelme, rosszul fejeztem meg ki magam, eredménye. Tehát mi az eredménye, mondjuk egy... Így van, vagy mi a haszna, eredménye? Hát az eredmény az azt jelenti, hogy valami kézzelfogható dolog van belőle. Tehát mi az eredménye annak, hogy az emberek kivesznek szabit, és akkor mit tudom, lustákodnak. Menjünk kirándulni. Tavaly voltunk a nejemmel kirándulni egy nap. És, tehát egy nap voltunk kirándulni. És nem voltunk kirándulni, hát így nem tudtunk visszaemlékezni, mikor voltunk kirándulni. Érted? Nem tudtunk visszaemlékezni arra, hogy mikor voltunk kirándulni. Nem. Nem kell, hülyeség. Nem az volt, hogy elfáradt az ember, nem ez a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy mi az értelme. Érted? Mi a végeredménye? Mi nekünk annyi végeredménye volt, hogy, ugye szoktuk nézni, amikor van a mi kis falunk, főleg a Marian, az a mi kis falunk sorozatot. De jó, mert ilyen jó nevetséges. És akkor elmentünk megnézni, az volt a kirándulás, hogy elmentünk megnézni a, mi kis falunkat, ugye az Pilis Szentlélek, és hát ha már arra jártunk, akkor fölmentünk dobogókörre, meg ilyesmi, de ezt akkor elmeséltem. Tehát ennyi volt, mit tudom én, mondjuk 20 év alatt egy kirándulás. Érted? Na most gondolj bele, tehát az embernek az kellene legyen a célja, hogy kikerüljön ebből a börtönfogságból, ami a tested. Tehát ez a test, és a testünk pedig ide van kötve egy olyan bolygón, bolygóra, ahol van egy védőháló, most idézőjelben egy energiavédőháló, és ezt a védőhálót ebből nem tudsz kikerülni. Tehát olyan nincs, hogy például fogják és azt mondják, hogy olyan majd kimegyünk űrhajóval. Aha, ki lehet menni gépeknek, kiengednek állatokat, csak embereket nem. Érted? Tehát körül van véve a bolygó egy energiahálóval, hogy a lelkek innen ne tudjanak megszökni. De mikor tudnának a lelkek megszökni? Akkor, mikor meghalnak. Ha nincsenek meghalva, akkor be vannak zárva a lelkek ebbe a testbe, amivel elég sok gond van. Etetni kell, itatni kell, altatni kell állandóan, mert fáradt, érted, akkor ilyen-olyan betegsége van, meg baleset éri, meg mindenféle frinc-franc van ebben a testtel. Azon kívül, hogy szép, az sem mindenki. Szóval, de igazából
ez a test hát nem egy jó konstrukció. Na és akkor be vagyunk zárva egy ilyen rossz konstrukciói testbe, érted? Be vagyunk zárva. És nem tudom, szerinted ez a normális, hogy most éljünk úgy, hogy mit tudom, az átlag ember él 75 évet, és gyakorlatilag megnézed, ha megkérdeznék a legtöbb embert, aki meghal, hogy drága csillagom, meséld már el, hogy mi volt az életed értelme, és nem tudnám megmondani, érted? Tudod, mit mondanának? Hát lehet két gyerekem, lettek utódaim, vagy lett három, vagy akár. Az nem az életed értelme. Arról beszél, az állatnak is van kőke. Tehát nem az az élet értelme. Neked, mint embernek, mi volt az életed értelme? És a legtöbb ember ezen a bolygón nem tudná elmondani. Érted? Nézd meg az eddig életedet. Mi volt eddig az életednek az értelme? Érted? Még erre se tudná válaszolni. Hát basszus kulcs, hány ilyen kurva életet akarsz még leélni? Hogy azt mondod, hogy nem tudod, mi az életed értelme. Hát legalább ebbe az életedbe eljutnál oda, vagy eljuthatnál oda, hogy azt tud mondani, hogy az életemnek ez az értelme. Hát az az értelme, hogy etesd magad. Hát nehogy már, hát az állat is ezt csinálja. Mondj egy olyan dolgot, amiben az állattól különbözöl. Mert akkor azt lehet mondani, hogy akkor az az életed értelme. Az állat is eteti magát, itatja magát. Dolgozik a kajáért, nem? Annak is van kölyke. Mi az életed értelme? Hát adj már az életednek értelmet! Így van, de önmagadért az nem az életed értelme. Ne önmagadért fejlődj! Érted? Ha önmagadért fejlődsz, abban nem ér semmit. Akkor ha egy ember az önmagáért fejlődik, akkor tudod mi lesz? Újra születik megint. Ugyanilyen formában, csak legfeljebb 35 után már nem ide születnek, hanem egy másik bolygóra. Kész, ennyi. De nem műszaki körülmények közé, felejtsd el, nem lesz mobiltelefon. Kőkorszaki körülmények, jó? És villany se lesz, semmi nem lesz. Kőkorszaki körülmények közé. Érted? Úgy, hogy hát miért az emberiség, mit tudom én, mennyi, 8000 évig úgy élt, hogy nem ismerte a tűzhasználatot. 8000 éven keresztül. Tehát több idő telt el úgy, hogy nem ismerte a tűz használatát, mint azóta, mióta ismeri. Mert tudod miért? Mert lejöttek és megmutatták nekik. Mert maguktól nem jöttek rá a tűz használatra. Hát ugyanúgy, mint az állat se jön rá magától, hogy hogy kell a tüzet használni. Hát persze, az ember is félt a tűztől, ugyanúgy, mint az állat. Hát nem véletlenül, még a magyar nyelven benne van az, hogy fél, mint a tűz, tűztől. Benne van, hát még a múltból benne maradt. Úgy fél tőle, mint a tűztől. Na szóval, biztos neked ez szimpatikus, hogy ilyen körülmények közé majd beszületni. Hát nekem nem annyira. Tehát mondom, nagyon egyszerű. Gondold végig, mi volt eddig az életed értelme. Ha nem tudsz erre választ adni,
akkor csinálj neki értelmet. Hogy is vagyunk? Mikor kezdtünk? Félkor, jó? Igen. Át kell állítanom a gondolatomat ugye a szerdáról. Tehát lényeg az, hogy lustákodnak az emberek. És akkor képzeld el, még olyanok is vannak, hogy beindulnak, vagy akkor most tanulni akarnak, és akkor meggondolják magukat úgy félúton. Vagy akkor már, hát abba hagyom. De az ember fejlődése az egyetlen dolog, amit végig kellene csinálnia az életében. Érted? Tehát bármit abba hagyhatsz. Egyetlen, egy dolgot nem hagysz abba, nem hagyhatsz abba. Saját magad fejlesztését. Azt nem hagyhatod abba. És ha már az ember fejleszti magát, akkor minőségi fejlesztés kellene. Tehát olyan tudás, amit az ember tényleg tud használni. Gondold végig, hát lehet, hogy most már ki kellene nyitni az ajtót. Köszönöm szépen, hogy jöjjön egy kis levegő. Hát gondold végig, hogy mi olyan dolog van, amit az ember abbahagyhat, újra kezdhet, vagy akár újra se kezdi, akkor se baj. Hát rengeteg olyan dolog van. Rengeteg olyan dolog. Tehát mi emberek, tehát azért vagyunk itt, és most ne a testünket nézzük, hanem a lelkünket, hogy visszakerülhessünk oda, ahonnan jöttünk. Tehát ez olyan, mint mikor beirattad mondjuk óvodába vagy iskolába a gyerekedet. Azért, hogy legyen egy valamilyen szinten fejlődése, egy tudása, mert elhitették az emberrel azt, hogy ott megkapja. Mert elhitették például azt, hogy szocializálni kell a gyereket, stb. Stb. És akkor az ember beiratta oda a gyerekét, oda az óvodába vagy az iskolába, és furcsa mód, onnantól kezdve a gyerekkel nem kevesebb gond lett, hanem több. Na most, ha megnézzük mondjuk egy óvodát vagy egy iskolát, tehát amin végig mennek a gyerekek, akkor azt lehet mondani, hogy hát lehet, hogy az kellene tovább a felnőtteknek, tehát a gyerekeknek, hogy járjanak tovább iskolában, mert valahogy az iskola meg az óvoda az nem javította meg, hanem még inkább rosszabbá tette. Na most ezt miért mondom? Mert itt van ez a bolygó, ami azt a célt szolgálja, hogy az emberek eljussanak egy szellemi fejlődésre. Na most, hogy mennyien jutnak el a szellemi fejlődés egy olyan szintjére, ez a lakossághoz képest egy nagyon minimális szám. Tehát mondhatni azt, hogy nem sokan jutnak ki ebből a körforgásos földi létből. De hogyha mondjuk, mit tudom én, nincs egy óvodába vagy egy iskolába reform, olyan reform, ahol a gyerekeknek elkezdenének hasznos dolgokat adni,
akkor gyakorlatilag mindig úgy kerülnek ki a gyerekek abból az óvodából vagy az iskolából, hogy nem sok értelme volt az ott tartózkodásuknak. Na most ez a bolygónkra is így van, hogy az itt tartózkodásuk az embereknek, a földi létüknek nem sok értelme van. Ezért kerülnek mindig vissza. Na most, tehát nem kellene ezzel kapcsolatban egy reformot csinálni nekünk embereknek, hogy az emberek kikerülhessenek ebből a létformából. Tehát most gondolj bele, milyen társadalmi szinten élünk. Talán nem jobb lenne, hogyha szeretetbe, békébe és boldogságba élhetnénk? Nem jobb lenne? Tehát most egy gyereknek nincs választási lehetősége. Egy gyerek azt csinálja, amit a szülei, amire a szülei indítják, illetve akarják, amit a szülei akarnak. Tehát hiába akar a gyerek mondjuk nem óvodába járni, attól a gyerek beiratja, kénytelen. Hiába akar a gyerek mondjuk nem járni iskolába, hát ugye a szülő is kénytelen beiratni, és a gyerek kénytelen iskolába járni. De itt felnőttként neked sokkal nagyobb szabad akaratod van, mint egy gyereknek. Tehát gyakorlatilag most azt tudnám mondani, hogy ilyen bejárós iskolába nem tudod szinte olyan helyre iratni a gyerekedet, ahol ne szabályozna az állam, hogy mit taníthatnak, vagy mit nem taníthatnak. Mivel az állam dotálja a gyerekeknek, hogy is hívják ezt most, nem? Nem ezt a, most nem jut eszembe konkrétan ezt a, nem ezt a pénzt, amit adnak. Hát de nem úgy hívják, ennek van egy hivatalos elnevezése, csak most nem jut eszembe a neve. Micsoda? De még, még konkrétan, igen. Tehát a lényeg az, hogy minden gyerekre kap fejpénzt az iskola. Az államtól. Még akkor is, ha az mondjuk egy alapítványi iskola. Tehát bárhova a gyerekek bemennek tanulni, bejárnak iskolába, ott ugye úgy járnak, hogy van egy fejpénz, amit megkapnak az iskola. Így van. És ezért van az, hogy ugye minél több gyerek legyen egy iskolába, mert annál több pénzt tudnak beszedni. És lényeg az, hogy és ugye ezért csinálják azt, hogy egy tanára minél több gyerek jusson, mert ugye annál több lesz a hasznuk. Az a pénz, ami ott marad az iskolában. És tehát ugye ez így működik, tehát gyakorlatilag nem tudod az olyan iskolába beiratni, ahova bejár a gyerek, ami, hát bocs, hogy ezt kell mondanom, de ne, hát szépen mondom, jó, nem B betűvel, hanem S-szel, nem szúrják el a gyerekedet. Tehát nem tudod beiratni olyan iskolába, ahol ne szúrnák el a gyerekedet. Lehet az akármilyen alapítványi iskola. Ezt tudom, mert kipróbáltuk még, mikor a fiaim jártak iskolába. Ugye van olyan iskola, ami nem bejárós, és a szülő otthon tanítja, az egy jobb helyzet, sokkal. Sokkal jobb helyzet, mert nem kerül be egy olyan környezetbe, ahol, mit tudom, úgy jár, mint az egyik gyerek, egy kislány nagyon jó nevelt volt, sosem káromkodott, beiratták iskolába, vagy óvodába, mindegy, már nem tudom melyikbe. Két hét múlva már káromkodott. Szóval így van. Szóval nem tud, akármilyen alapítványi iskola, hülye gyerekek oda is járnak. Főleg, hogyha még ugye jó pénzes a szülő, attól lehet neki nyugodt a hülye gyereke. Kifizeti neki ugye a
amit be kell oda fizetni az alapítványba, és a gyerek járhat oda. Na most ezt csak azért mondom, mert a gyerekeknek nem sok választási lehetőségük van. Ezáltal kijárják az iskolát, kijártad te is, és rájöttél arra, meg a gyerekek is rájönnek arra, hogy az iskolának igazából nem sok értelme volt. Még ha elvégez valamilyen szakmát, még akkor is rájön arra, hogy annak se sok értelme volt, mert a nagy többség nem is végzi azt a szakmát. Ugye például Magyarországon, Európában, európai statisztika, hogy a diplomás taxisofőrök igen nagy száma. Tehát elsők között vagyunk Európában a diplomás taxisofőrök tekintetében. Na most egy taxisofőrnek nem kell diploma. Jó? Tehát úgy is lehet valaki taxisofőr, hogy nem diplomás. Tehát azért mondom, hogy a legtöbb ember, aki ilyen-olyan diplomát végzett, hát igazából nem is végzi azt a szakmát, amit ugye abban kapott. Tehát lényeg az, hogy az emberek kijárnak mindenféle iskolákat, és akkor rájönnek arra, hogy az iskolának igazából nem sok értelme volt. Erre én is rájöttem. Hát nem tudom, hogy rájöttél-e. Én elég hamar rájöttem, és életem egyik legszebb pillanata volt, mikor a leérettségiztem, és azt mondhattam, hogy mivel már felnőtt vagyok, leérettségiztem, igaz, hogy még csak 19 éves voltam, de már azt gondoltam, felnőtt vagyok, és hála Istennek, vége az iskolának, és soha nem fogok iskolába járni. Erre iskolát alapítottam. Pedig azt mondtam, hogy soha életben én iskolába többet nem megyek. Erre iskola alapító vagyok. Igaz, hogy egy ilyen teljesen szabad iskola, ahol ugye mi baj volt az iskolával? Hát az, hogy kötelező dolgok voltak. Hát nekem ez volt a legnagyobb problémám. Hogy kötelezően menni kellett minden nap, és vizsgázni kellett, meg felelni kellett, meg dolgozatot írni. Meg ilyen baromságok voltak, ha visszaemlékeztek. Akkor ugye jegyeket kaptunk, akkor a szüleinknek vagy tetszett, vagy nem, hogy milyen jegyet vettünk, vittünk haza, nem? A tanár is vagy kicikizte az embert a jeggyel, vagy nem, nem? Tehát elég sok olyan élménye van az embernek az iskolával kapcsolatban, amiből én azt mondtam, hogy nekem elég volt. Ráadásul most már megnézed az iskolákat, nagyon érdekes. Régen, amikor én jártam iskolába, akkor nem voltak vasrácsok az iskolán, mármint az ablakokon. Hát most már a legtöbb iskolán az ablakokon vasrácsok vannak. Hadd szokja a gyerek, tudod, a rácsot. Hát komolyan, már gyerekkorban hozzászoktatják a rácsos ablakokhoz a gyerekeket. Ne legyen furcsa majd felnőttként a rácsos ablak. Amit ugye úgy hívnak, hogy börtön. Persze. Hát régen ugye csak a rácsos, tehát a rács csak a börtön ablakokon volt. Manapság, megnézed mondom az iskolákat, hát már börtönnek néz ki lassacskán. Tehát lényeg az, hogy én rájöttem arra, hogy semmi értelme. De arra is rájöttem, hogyha az ember fejlődik, és ezt saját tapasztalatomból tudom, akkor egyre jobban megoldja az élethelyzeteit. És mivel valahogy úgy alakult az életem, hogy elég sok mindent kellett csinálnom, és elég sok mindent tapasztaltam, és ugye elég sok emberrel is kellett foglalkoznom, ezért ugye hamar rájöttem arra, hogyha az ember fejlődik, tapasztal, tanul, akkor annak van értelme, ha olyat tanul, amit tud az ember az életében használni. És nem olyat tanul, amit nem érdekli. És akkor rájöttem arra is, hogyha az ember elkövetett valamit az életében, valami hibát,
akkor nem tehetem meg azt, hogy én azt a hibát nem törlesztem le. Tehát nem, azt a hibázást nem törlesztem le. Tehát nem teszem jóvá. Ha nem tudom megtenni azzal a személlyel, akivel szemben elkövettem, mint például ugye meséltem, hogy mi is beleestünk abba, hogy nyaralgassuk el a pénzünket, és nem halmoztunk föl kellő tartalékot 2008 előtt, pedig megtehettük volna, akkor ugye az ember, mit tudom én, csinál mondjuk ilyet, és utána később rájön, hogy ostobaságot csinált, ami ugye egy ártó tett, akkor ne csodálkozzatok, hogy most amikor ugye közeledünk, egyre közelebb, közelebb, mi eseményé válik az, hogy, meg kell húzni az embereknek a nagy részének a nadrágszíjat, akkor természetes dolog, hogy az ember beszél arról, nem csak akkor, hanem már előtte is, már régóta beszélek, hogy, próbáld úgy élni az életedet, hogy gondolj a jövőre, tegyél olyan dolgokat a jelenben, mint tevékenység, amit szeretsz. Az ember ugye mit szeret csinálni? Amihez ért. Nem? Tehát azt szeretjük csinálni, amihez jól értünk. Nem? Egy. Másik az, hogy aminek van valami értelme. Tehát valamilyen értelmet ad a dolog. Tehát, hogyha megnézed a te életedben, tehát ugye mivel kezdtem? Avval, hogy elkezdtem a szervezést annak idején, üzletkötői tevékenység. Ha akkor azt nem kezdtem volna el, akkor nem volt, nem ment volna könnyen a hálózatépítés. Tehát nem ment volna könnyen a nagyobb volumenű szervezés. Na most, ezért van egy olyan rendszerünk, hogy úgy van kialakítva, mert én nem találtam jobb példát. És ezt a jó példát én, és nem is láttam jobb példát, és ezt a jó példát ugye ide beültettem. Tehát aki tanul, annak lehetősége van, nem kötelező alapon, hogy hozzon tanulókat. Tanulókat hozni az ismerettségi körből sokkal nehezebb, mint az idegeni körből. Miért? Egy. Mert kezdetben nem értesz hozzá. Kettő. Úgyse fognak rád hallgatni. Tehát én például javasolnám neked, hogy az ismeretségi körből, ha bárkit szervezni szeretnél, először kérdezd meg, hogy te mennyire vagy nyitott a szellemi fejlődésre, a spirituális dolgokra. Így, bele a tarcába az illetőnek. Személyes ismerős. Ha azt se tudja, hogy mi az, akkor többet egy szót ne mondjál neki. Terel el a témát, és kezdetben úgyse tartasz ott, tudásban, hogy felnyisd az ő harmadik szemét. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudod megnyitni őt a szellemi dolgokra. Tehát ne akard megnyitni őket a szellemi dolgokra. Ma Magyarországon körülbelül van alsó hangon 400 ezer ember, tehát 400 ezer ember, akit szellemi dolgokra lehet mozgatni,
Tehát nyitottak a szellemi dolgok irányába. Tehát ha ezt megnézed, ez 4%. Tehát a te ismerettségi körödbe, rokoni kapcsolataidba körülbelül ugyanez az arány. 4%. Tehát ha van 10 ismerősöd, akkor 0,4 ismerős nyitott a szellemi dolog. Tehát még egy se, sőt még egy fél se. Még egy fél se. Tehát ne próbálkozz velük, jó? Megkérdezni meg lehet. Tehát szoktál spirituális dolgokkal foglalkozni? Akár ilyen rövid mondat. Szoktál spirituális dolgokkal foglalkozni? Ha azt mondja, hogy nem, hagyjad a fészkes fenébe őt. Világos ez? Ne kezd el győzködni, ne kezd el rábeszélni. Felejtsd el ezeket a dolgokat. Élitek úgy az életeteket, ahogy eddig. Ennyi. Nem fog megváltozni a kapcsolatotok ettől az egy mondattól, azt garantálom. Jó? Ha megkérdezi, hogy hát miért kérdezed? Hát mert kíváncsi vagyok. És akkor fölteszed még egyszer ezt a kérdést. Addig, míg azt nem mondja, hogy igen vagy nem, mert akkor ugye meg lehet megint kérdezni azt, hogy és miket szoktál, mire vagy érdeklődő, miket szoktál nézegetni, minek néztél után, miket szoktál olvasgatni, vagy hol tanulsz esetleg. Jó? Na most. Az idegeneket meg piszok könnyű megkeresni. Mert eleve olyan embereket keresünk, akik már nyitottak a szellemi dolgok irányába. Ezért olyan helyeken keressük ezeket az embereket, ami eleve az interneten spirituális oldala. És nyilván nem azokat keressük, akik spirituális oldalt indítottak, hanem azok, akik spirituális dolgokat tanulnak, vagy spirituális dolgokra érdeklődnek. Legjobb a közösségi portálon lévő olyan személyek, akik megnyilvánulnak abban, hogy mit tudom én, mondjuk tetszikelik, lájkolják, vagy megosztják a spirituális oldalakon lévő információkat. És akkor mi ezekkel az emberekkel kezdünk el kommunikálni. Tehát nem olyanokat keresünk, akiknek semmi köze a spiritualitáshoz. Vannak kiváló tanítók az országban, nem PPH-sok, akiknek pont az a dolguk, hogy megnyissanak embereket, elindítsanak a spirituális úton. Nem elsősorban a mi feladatunk. Ilyen ember volt például Müller Péter, Popper Péter, stb. Rengeteg ilyen ember van, aki nyitogató. Oké? Nekünk nem ez a dolgunk. Bízzuk rájuk. A 400 ezer embert ők nyitották meg. Nem mi. Oké? Ha eddig meg tudtak nyitni 400 ezer embert, akkor majd megnyitják a többit is. Oké? Tehát rengeteg olyan ember van, aki spirituális nyitogató. Ismert emberek is vannak. Ők könnyebben nyitogatnak, mint te ismeretlenül. Világos ez? Nekik nevük van, ezért könnyebben nyitogatnak. Oké? Okay. Mit tudom én, azt mondod valakinek ma, hogy Müller Péter, 10-ből legalább 3-4 ember ismeri. Oké? Okay. Ezt a szót. Vagy ezt a nevet akarom mondani. Érted? Tehát lényeg az, hogy nem nehéz a szervezés, mert eleve olyan emberekkel kezdünk el kommunikálni, akik szellemileg nyitottak.
Ha élő szóban találkozol valakivel, hát kérdezd meg, szokott spirituális dolgokkal foglalkozni? És miért ne kérdezhetnéd ezt meg tőle? Azt mondja, hogy nem, már el is tereled a témában a dolgot, kész, és már nem is foglalkozol ebben a kérdésben vele, és nem lesz kudarc élménye. Jó? Tehát ez most miért mondtam? Mert ez a reform. Tehát az a reform, hogyha találkozol egy spirituálisan nyitott emberrel, akkor el tudod nála érni, hogy fejleszte tovább magát. Érted? Tehát elismerjük azt, hogy ő már hol tart. Semmi gond nincs ezzel. Nagyon jó, hogy már itt, ott, amott ezt, azt, amazt végzett. Sőt, az se baj, hogyha ő már nagyon okos, értelmes, spirituális embernek tartja magát. Ezzel sincs semmi gond. Tessék elismerni. Semmi probléma ezzel. De meg lehet tőle kérdezni. És gondolkodtál már azon, hogy tovább fejlesz magadat? Azt mondja, hogy én olyan szuper okos vagyok, hogy nekem nem kell továbbfejlődni már, hát akkor hagyod békén a csodába. Érted? Tehát hogy lesz aranykor, amikor ha a népeket nézed, minden népnek nézd a 4%-át, és annak azon a népen belül tanítóvá kell válnia. Spirituális tanítóvá. Tehát olyan emberré, aki képes átadni a tudást. Mi itt vagyunk mondjuk majdnem 10 millióan, vegyük azt, hogy vagyunk, mert ugye vannak, akik kint vannak, de majd hazajönnek. Vagy kint vannak, de magyar, itthoni magyarnak tartják magukat. Tehát mondjuk vagyunk 10 millióan, annak a 4%-a 400 ezer ember. És ez nem csak a magyarokra érvényes, hanem ez minden más népre igaz. Ami azt jelenti, hogy ez a 4% fogja megváltani a világot. Világos ez? De ezt a 4%-ot nekünk kell felfedezni. Ez a mi dolgunk. Ha mi nem csináljuk meg, nem fogja csinálni senki. Ha mi nem fogjuk össze a szellemileg nyitott embereket, akkor senki nem fogja csinálni. Tehát nincs a Földön még egy olyan szellemi társaság, csoportosulás, amely képes lenne arra, hogy vallási, vagy politikai, vagy bármilyen semlegesség ott legyen, tehát semleges maradjon, és csapatba fogja össze a spirituális embereket. Hát nézd meg, hát a vallásokban milyen ellentétek vannak emberek közt. Nézd meg, hogy bármilyen vallást nézünk, mindegyik azt mondja, hogy ő az igazi, az övé az igazi vallás. Mindegyik azt mondja, kivétel nélkül, hogy az övé az igazi vallás, az igaz vallás. A többi az hamis. De jó, ha valaki ilyet mond neked, mert akkor másik meg tudod neki mondani, hogy ez más vallásban lévő is ugyanezt mondta. Mert ez így van. Szóval vallások soha nem fogják össze majd az embereket, hanem pont az a célja a vallásnak, azért hozták létre, hogy szétszakítsa a kapcsolatokat. Megossza az embereket. Ugyanez igaz a politikára, de ugyanez igaz a nyelvre is sajnos. Tehát a nyelvre is. A nyelv is azért lett megosztva, mert régen, ugye nagyon régen egy nyelv volt a bolygón, és akkor abból az egy nyelvből fejlődött ki az összes, ami ma van a bolygón, és
kifejezetten megosztási célzattal lehet létrehozva, hogy megosszák az embereket. Tehát az aranykor arról szólna, hogy az ember tökéletesen megtanuljon szeretetbe, békébe és boldogságban együttműködve, feltétel nélküli együttműködést lefolytatni emberekkel. No, hát körülbelül ennyi fér bele az első részbe. Ebben az első részben most volt minden. Ha bármi kérdésed felmerült, akkor keresd azt a szemét, akinek a segítségével beregisztráltál az oldalra. Ha nem tudod, hogy melyik csoportba tartozol, ugye, mert van egy nagy közösségük, és azon belül vannak kisebb-nagyobb csoportok. Keresd a vezetődet, és tudd válaszolni a kérdéseidre. Ugye, hogyha valaki közvetlenünk, akkor természetesen ugye keressen minket. Tehát ugye mi, nekünk az a küldetésünk, én azért vagyok ezen a bolygón, hogy eljutassuk az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve tevékenykedni. És utána fölkerülhessünk egy magasabb szintű létformába. Tehát még az aranykor is csak egy átmeneti időszak lenne. És ezt nekünk meg kell csinálni, mert ha nem csináljuk meg, akkor ezt az emberiséget, ezt így ahogy van, törlik. Jó, és én úgy gondolom, hogy ezt a 15 ezer évet ezt nem kéne kidobni az ablakon. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. 20 perc szünet után szervezetvezető kócsképzésünk lesz egészen 3-8-ig. További jó tanulást és szép napot, szeretlek benneteket, sziasztok!